Sziasztok, Márton a Retro Boy, és hát megint rendek Rampage Rides again, mert Márton unatkozik, mint az atya, úristen. Na jó van, ez a pálya igazából egyik legnehezebb, de egyben legszórakoztatóbb talán, vagy a legkihívóbb. Maga a koncepció abszolút nem rossz. A lényeg annyi, hogy ezen a pályán, a Modo Madness-nél, hát a cím is elmondja, modorozni kell, és elég érdekes ez. Tulajdonképpen ilyen nem tudom, Circus Maximus Redneck módra. Nekem tetszik, az ötlet, a pályos jó nagy, és hát ha már nem találtam benne sok titkos helyet, de baromi szórakoztató volt. Na jól van. Oké, akkor most már be is léphetünk, mert valahogyan szereztünk jegyet. Viccizünk egyet, így örömünkben ezért, és nézzük, hogy van-e itt valami. Oké, itt van egy újonc, Choicy, téged szépen szétlövünk, még hogyha nem is támad meg minket. Hello! Kiszolgáló! Jó! Ojaj! Jó, feküdjél, köszi. És hát nem tudom, itt van egy bármilyen kulcs? Nem, de itt van egy gomb, ezt megnyomjuk. És itt van egy öreg. Jó. És hát a túloldalt ott található titkán, hogyha itt végigugráltok a hihetetlenül forró vérben. Csak hát az a baj, hogy én nem akarom felszállni, mert azonnal ez szinte halál közel élmény ott benúszni. Szóval inkább hagyom a francba ezt így. És talán itt találtam az én egy titkossé, amit úgy ismerek. Így mi. Fog is látja, hogy hová kell menni. Aztán akkor ide beesünk. Ez olyan felszettem, na mindegy. Oké. Nézzük a motorokat, vagy hogy hozzával alkatrészeket. Jó. Közben téged szétlövünk szépen. Jó. Oké, itt van bármi érdekes amúgy? Nem hinném. Ez esetünk semmi se csinálni. Van egy csomó motor, ezeket nem tudjuk használni, mert nem kék színek, hanem feketék, és ez ami nem tetszik a karakterünknek. Na jól van. Kutyus! Na. Fel a pofádba. Ne ugrálj, hanem támadj. Mondjuk lehet, hogy ez a támadási animáció, hogy ugrál. Na jól van. Itt van bármi érdekes amúgy? Oké. Okay. Jó van. Jó van, oké, akkor itt minden a helyén van látszólag. És akkor hát motorozzunk. Ezt az eredeti dozos verzióban, ahol egérre kellett kanyarodni, elég érdekes volt ezt a pályát megcsinálni. Hát egy másodjára vagy harmadjára sikerült megcsinálnom. De inkább maradok ennél a GDX-nél. Oké. Jaj, de át tudunk menni a farönkön, át tudunk hajtani felette. Vagy végig menni rajta rendesen. Oké, oké, sár, jó, rendes, rendes út. Ugratás, aztán itt le fogunk szállni szépen. Na, jövőn intézni való. Téged kilövünk, meg téged ott fenn. Na, köszi. Ide elmegyünk hátra. Közben valaki valamit csinált a háttérben. Szóval vissza is menjünk egy kicsit. Jó, hogy te odétoltad a sziklákat, rendben, köszi. Jó, szokást lelőjük, itt van egy csomó szikla. Téged is eltalálunk szépen, ezt itt megnyomjuk. Ezt felrobbantjuk, bár nem tudom minek, lehet, hogy titkos helyet így felvezet, bár nem tudom, hogy milyen titkos hely az. Oké, mert akkor itt szerintem az lesz, hogy mentek egyet és megnézem, hogy itt mi az a titkos hely. Nem tudom, hogyha én ide beesek, akkor lesz-e valami belőle. Bár garantálom, nem garantálom. Ja, ez ilyen időpocsékolás volt, nem is baj amúgy. Jó. Oké, akkor motorozunk szépen tovább. Itt azt hiszem lesz kettő pisztolyos. Na, oké. Ott van egy shotgunos. Úgy tetszik a kommentátornak a hangja. Jó, akkor innen én gyorsan leszállok. Téged kilőlek, meg a pompom lányokat is hiába drukkolnak nekem. Azzal, hogy megpróbálnak megölni. Jól van, akkor a klónokat kinyitjuk, megnyomtuk a gombot, vagy elhúztuk a kard, akkor ott tovább is tudunk menni szépen. Viszont azért a shotgunért. Nem, lehet, hogy mi fogom használni, aztán lehet, hogy még többet fogod majd szerezni itt a harc közben. Vagy ne van bármi értelme, nem igazán. Oké, malacok, vigyázzat, jövök! Jó. Bekapjuk. Ó, basszus, hát ezt jól megcsináltad, Márton. Na jó, ebbe valami összejött szerintem. Ups.
Na jó, reménykednek, hogy kicsit jobb lesz ez az ugratás, ha egyáltalán ebből lesz-e bármi is. Azaz, jól van, jó, szép, szép, szép. Na nézzük, hogy lesz-e valami itt. Jó, oké, elfelé jön-e sorakozva. Nem is annyi a baj, tele vagyok lőszerrel, és még kapom bőven. Na, te még élsz? Nem, nem igazán, az mondjuk jó. Oké. Na, van valami? Nem igazán? Hát, látok ott ilyen motoros, átszél is tudom lőni pillanatok alatt. Köszi. Jó. Még van itt valaki. Jól van, jól van. Hoppá, mennyi nyuszi. Á, hagyd le titeket a büdös francba. Jó. Oké, meg vagy. És még lesz itt olyan ellenfél? Aha. Nem kell csalódnom. Oké. Hú, ez kicsit veszélyes így. Jó. Zsupsz. Na, még van valami? Hú, a Evil McNeil, vagy hogy hívták a csávót? Megint? Azaz, double kill! Ezt jól megcsináltad, Márton. Jó, jól van, akkor merre? Oké, szép is. Ugratás itt a végére, juhely, aztán akkor itt lefékezek. Mert hogy itt van igazából a trófeám, a kulcs, és ott látok egy motorost. Jó, ezt itt még gyorsan felszedem, ha nem bánnád ott. Haver, jó, itt vagyok ott, haver. Ojaj, ez kicsit lő rám. Én pipa, mert elvettem tőle a díjat. Na mindegy. Jó. Ezeket itt felszedem, ha van itt bármit, felszedhetek, hát nem igazán. Jó, ezt itt megnyomjuk, ezt akkor befordítjuk, és... ja, az egész modell fordul egyet csak úgy. Oké, és én ide még gyorsan visszamegyek ezt felszedni. Na akkor most jön igazából a pályának a legnehezebb, legintenzívebb része, de közben talán a legizgalmasabb is. Jó, itt szépen leesünk, aztán... veszünk a lőszert, és akkor bemegyünk oda. Na akkor kezdődő az aréna harc. Na ez beteg lesz. Azt sem biztos, hogy meg fogom csinálni. Meg van egy titkos hely, bár nem tudom miért annak számít-e. Na jól van, tehát akkor jön kettő motoros helyünk, teljesen felópézva. Nem is muszáj őket megölni, igazából az a lényeg, hogy itt az ugraton végigugorjunk, csak hát az a baj, hogy nem tudunk oda mit csinálni. Ojaj, hello, hello! Oké, volt valami robbanás, nem tudom, hogy mi okozta. Jó, azt a fenszét, ők mindenképpen. Oké, csak azt itt megöltük, és már alig van HP-nk, szóval ez így izgalmas lesz. Csak ne lőjél folyamatosan, oké, és visszafele megyek, és jó, legalább van élet bőven. Bár nem tudom, mennyire lenne jó dolog. Ó, basszus, igen, igen, ez a baj. Az a baj, hogy szerintem ezt úgy kell megcsinálni, nem használom a motort, hiába epikus a koncepció. Na jó, van, akkor próbáljuk újra mindenféle baj nélkül. Majd az tényleg, hogy miután megcsinálom az ugratós részt, akkor gyorsan lemegyek ide, aztán mindenki szép lövök rakétavetővel. Jó, van, ne talált a sokgános, nem is annyira baj. Jó, akkor így szépen végig, aztán akkor itt lesz egy ugratás, aztán ezt újra kell próbálni, mert kapni fogom Moonshine-t. Jó, akkor ahogyan elképzeltem. Jó, 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 szolgass be nekem, motoros, úgyis mindjárt véged van. Neked meg a barátnőnek. Csak állj meg egy pillanatra. Jó. Ó! Oh! Ajaj, ajaj, nem. Ah, oké, okay. Kicsit berúgtam viszont, és még is hánytam magam a hangeffekt alapján. Ujjaj. Ja, mondom, azért nem egy annyira egyszerű rész, de az tényleg szórakoztató. Jó, 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 oké, okay, oké, okay. Mögöttem valaki futkározik, vagy inkább hajt motorral, na mindegy, nem is baj. Húha, jó, egy meghalt, ez legalább jó jel. Más pedig lüldözi valami más részen. Na jó, merre vagy? Oké. Okay. Oh, ah, ah, jó. Oké, okay, ez a csajszép figyelmelterelés volt, elég okos. Oké, okay, egy kis sör belefér. A moonshine felkapjuk viszont. Ójaj, oh, oké, okay. Inkább most megiszom. Na, azért működjél. Nem tudom, hogy megnyomtam aztán, lehet, hogy csak félben hallottam az hangeffektjét. Na itt a másik nagy titkos hely, bár ez igazából mindenki észreveszi, hogy ez felszedhető. Nincsen jól elrejtve annyira. Na hol vagy te, motoros? Ajaj, hát jó. Na jól van, szerintem az lesz, hogy improvizálni fogok és itt leszállok szépen. Ja nem, 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 inkább itt. Jó, felszedjük a moonshine-t. Jó, és akkor gyorsan felhasználjuk ellenük.
Ezt a fegyet úgy sem nagyon szoktam használni, elrizdelje legalább egyszer itt. Oké. Okay. Jó, és még te maradtál hátul. Jó, oké, okay, mindenki kinyírtam, ez legalább jó. Akkor ott van egy titkos hely, azt gyorsan felfedezzük szépen. Hát nem tudom, miért pont oda lett elhelyezve, szerintem annyira nincsen eltitkolva. És akkor gyorsan felülünk a motorra. Hát azt, hogy a muszáj mitől teszi a játékos gyorsabbá, nem értem. Ezután az egy legnagyobb alkoholtartalmú ital szinte illegális a beszerzése, és mégis gyorsabbak leszünk tőle. Főleg motorral együtt. Na mindegy. A Red Dead is eléggé öntévőnyű játék ebből a szemszögből. És benne van ilyen teória, az a csávó maga a kommentátor akar lenni, ezért nem egy soha az arcát. Mert ez akkor egy nagy fordulat vagy mi. Oké, azt a motort ott hagyjuk, és tulajdonképpen ide felmegyek. Felveszem a piros kulcsot. Ide felmegyek az autóval a tetejére, felszedni a titgánt, aztán tulajdonképpen meg is voltunk. Nos, a pályának a végével igazából annyi a bajom, hogy kicsit szivatos az szerintem. Tulajdonképpen már meglátjátok, hogy miről beszélek, de nem nagy dolog igazából. Jól van. Oké, okay, gyorsan felszállok ide. Tehát itt megy a vonat. És tulajdonképpen az a célunk, hogy üres helyre felmenjünk, csak az a baj, hogy az egész minden az időzítésen múlik. Mert jó, hogy ebben a verzióban lehet oldalra nézni. Hello, buba! Oké, okay, akkor ez megvolt. A játékban van vissza a két pálya, és akkor vége a Red Dead Rampage-nek. Igen, igen, titkosát kihagytam, és az a baj, a következő pályánál még azt sem tudom, hogy milyen titkos hely van. Ezt a pályát nagyon szeretem, bár vége kicsit intenzív, na de nem baj, nem baj. Oké, okay, akkor igazából... Ja, két van vissza a játékból, aztán amit tervez a végigjátszás kérdez után, az lefelé a Postal 2 lenne. Bár még ezt nem döntöttem el teljesen. De mindegy, majd találkozunk, addig is sziasztok!